Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Pécs ünnepe szeptember 1-e, Lénárd László professzor a város új díszpolgára. Megnyílt a kaptár Komlón, az új művelődési háza közösségbázisa lehet. Pirgosszal zárták a nyarat a görögök Pécsen, készülnek a nemzetiségi hétvégére is. Hétfőn kezdődik a Zeneszület Fesztivál. 20 helyszín, 300 művész. Hozé Kurával beszélgettünk. Péntek délelőtt tartották Pécsváros napját, illetve az ehhez kapcsolódó ünnepi városi közgyűlést. Az eseményen átadták a Baranyai Vármegye székhely elismeréseit is. Idén a díszpolgári címet Lénárd László professzor, egyetemi tanár, kutató kapta. A Kodály Központ adott otthont az idei városnapi ünnepségnek Pécsen. Szeptember 1-jéhez, a Pécs Egyetem alapításának dátumához kötik ezt a napot. A város polgármestere a település különleges hangulatát, szépségét emelte ki politikamentes beszédében. Átadták a városi díjakat, köztük a díszpolgári címet. Idén Lénárd László professzor kapta ezt. Az én családom Erdélyből származik, ez a város befogadott minket, itt nőttem föl. Minden követ ismerek a városban, boldog vagyok, hogy itt élhetek, nagyon-nagyon szép hely. Sokszor hívtak máshova, még Amerikába is hívtak tanszékvezető egyetemi tanárnak, mindig visszajöttem, visszavágyódtam, mert ahogy a polgármester úr előadásából is kitűnt, ez egy csodálatos város. A Pécs története alapítvány kurátoraként megismertem nagyon alaposan ennek a városnak a történetét. Mondta köszöntő beszédében az idei díszpolgári cím tulajdonosa. Lénárd László Pécset szerzett általános orvosi diplomát, idegélettani kutatásokat végzett. Az egyetem rektora is volt 2003 és 2007 között. Tudományos munkája mellett a pécsi polgárság elkötelezett közéleti személyisége, hangzott el a professzort méltató szövegben a díj átadásakor. A kormány célja az, hogy 2030-ra minden mai általános iskolás Magyarországon rendelkezzen legalább szakmával vagy tovább tanuljon, mondta el György László, a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjáért felelős kormánybiztos pénteken. Kiemelte, több kutatás is igazolja. Van összefüggés a fizikai motorikus képességek és a szürke állomány fejlődések között, és a mozgással fejleszthetők a kognitív képességek is. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy épp testben, épp lélek, tette hozzá. A Komlói Kaptár Művelődési Központ ünnepélyes átadójára került sor pénteken. A város legújabb kulturális létesítményére 40 évet vártak a helyiek, mondták el az átadón. A létesítmény a helyi közösség erősítését szolgálja majd, mondta a civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Kaptár olvasható a név a Komlói Művelődési Központ falán. Így nevezték el a Baranyai Város legújabb létesítményét, amelynek átadójára péntek délután került sor. Áll a ház. Egy 40 éves álom vált valóra. Idézte Vörös Marti Mihályt, a térség parlamenti képviselője. Hoppel Péter felidézte az elmúlt időszakot, míg az álomból végül valóság lett. 2000-ben sikerült Polics József polgármester úrral a komlóiak szándékát jól artikulálnunk Orbán Viktor miniszterelnök úrnak, aki ezután kért tőlünk egy előterjesztést, és az előterjesztést a kormány megtárgyalta, és egy egyedi kormánydöntéssel tisztán magyar nemzeti hazai állami forrásból rendelte megépíteni azt a négy nagy projektet, amik Komló számára más pályázatokból nem lettek volna megépíthetőek. Köztük a kaptári épülete sem állhatna kormányzati segítség nélkül, mondta ki. Az eseményen jelen volt a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár. Szalai Bobrovicki Vince szerint jó szolgálja majd a helyi közösséget az új beruházás. A különböző egymás mellett lévő itt előttünk meg mögöttünk látható intézményeket valamilyen, sőt nagyon mély szinten összekapcsolja. Sőt, úgy tudom, hogy fizikailag is összekapcsolja egyébként, tehát van átjárása a különböző épületek között. Ez nyilvánvalóan az itteni civil életet és általában a közösségi életet leegyszerűsíti, jobban szerezhetővé teszi. Ezért képviselő úrral beszélgettem erről, hogy neki egy nagyon komoly és meggyőzési munkája volt abban, nyilván aztán itt a megvalósítás során is, hogy a kormányt meggyőzze arról, hogy itt szükséges lesz
nagyobb összegeket ebbe belerakni, jó helyen lesz ez a pénz. A helyettes államtitkár elmondta még, összesen 3,5 milliárdba került a kivitelezés. Az utolsó szakaszban 1 milliárdos támogatás kellett a megvalósításhoz. A komlói kaptár a helyi civil és művészeti csoportoknak lehet majd bázisa a 25 ezres Komlón, derült ki a pénteki átadón. Nem csak a pécsi görög önkormányzat tagjaival telt meg pár napja a Széchenyi tér Pécsen. Sok fiatal, idősebb, magyarok, külföldiek is táncra perdültek a dallamos görög muzsikára. Nyárzáró táncházat tartott a görög Pirgos zenekar a pécsi görög önkormányzat szervezésében. A helyi görögöknek sok a dolguk, készülnek a nemzetiségi hétvégére is. Rengetegen szeretik a görög dallamos muzsikát, és a táncház sok pécsinek amúgy is kedvence. Fiatalok, idősek, magyarok és külföldi diákok, gyerekek, táncosok és laikusok együtt léptek a ritmusos dallamokra ezen a héten Pécsen, a Széchenyi téren. A Pirgos már 20 éve jár Pécsre a görög önkormányzat meghívására. Kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, 10. éve, hogy minden augusztus utolsó hetében egy szabadtéri táncházat tartanak Pécsen. Itt Pécsen nincs semmiféle görög tánc, illetve zenei egy csoport, és olyan 20 évvel ezelőtt, pont 20 éve kezdődött el, hogy a Belojanos faluban van egy görög tánccsoport, illetve egy görög zenekar, és ott a vezetőkkel 20 éve egyeztünk meg, hogy évente többször lejönnek ide táncházat tartani. Idén van 20 éve, és 10 éve pedig minden augusztus utolsó szerdáján egy szabadtéri előadást, illetve táncházat csinálnak mindig a Széchenyi téren. A pécsi görög önkormányzat tagjai is lelkesen készülnek a hétvégén megrendezendő, a Sokszínű Egység elnevezésű nemzetiségi fesztiválra. A záró akkord a görögöké lesz. Megegyeztünk, mert ugye itt is 11 nemzetiség van Pécsen, szerintem a legtöbb az országban. Úgy egyeztünk meg, hogy mindig valakit egy picit kiemelünk, és most úgy beszéltük meg, hogy lényegében lesz vagy 12 előadó, bulgároktól kezdve, horvátok, cigányok, németek. Azonban a záró akkordot azt a Pirgos táncegyüttes fogja megadni körülbelül 6,5 hét között, azt nem tudjuk pontosan, hogy lesz, és utána megint lesz egy táncház, ugyanúgy a Széchenyi téren, és lényegében ezzel be is zárjuk a, ahogy mondják, ezt a szép időt, amilyen szép idő most is van, meg a nyarat. A zenekar ősi, népszerű dalokat játszik, és a tánc soha nem maradhat el. A táncház alkalmával felcsendült a Zorba muzsika is, amely során érezhető volt, milyen ereje van a közösségben megélt táncnak. Az igény megvan rá, hogy a különböző kultúrák világát bemutató táncházak gyakrabban lehessenek a szabadtérben, a város központjában. A HPV elleni védőoltást, amelynek jelentősége a méhnyakrák kialakulásának megelőzésében kiemelkedő, szeptember közepéig igényelhetik a hetedikesek szülei az iskolákban. A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a Nemzeti Népegészségügyi Központ felhívása szerint szeptember 11-ig kell majd visszajutatni az iskolai védőnőknek. Az oltással kapcsolatban a Baranya vármegyei kormányhivatal a megyei napilapot arról tájékoztatta, hogy a humán papilloma vírus igen elterjedt, szexuális érintkezés útján könnyen átadható. A későbbiekben akár rossz indulatú daganatot is okozó vírus. Fontos, hogy a vírus elleni védelem még azelőtt kialakuljon, mielőtt a szexuális élet megkezdődne, ezért a HPV elleni védőoltást fiatal tinédzserkorban érdemes beadatni. A két oltásból álló sorozatot a 7. osztályosok számára térítésmentesen biztosítja a magyar állam. A vakcina beadása az oktatási intézményekben szervezetten iskolai kampányoltás keretében zajlik, közölték. A szakemberek ajánlásai szerint érdemes élni a lehetőséggel, hogy megvédhessük gyermekünket egy későbbi súlyos betegségtől. Baranyában a tavalyi tanévben 120 iskolában történtek meg az oltások. A jogosultak száma összesen 3107 fő, 1490 leány és 1617 fiú volt. Hétfőn kezdődik a Zeneszüret Fesztivál. Egy héten át Pécsváros különböző pontjain a szabadtérben zenei produkciókat hallhatnak a járókelők,
a komoly zenét szeretők. A hetes programot a Filharmónia Magyarország rendezi. Többek között lesz operagála, és érkezik Puccini fecskéje is, José Curao operaénekessel. A világsztárral készítettünk interjút, amelyben többek között pécsi kötődéséről, a közönség és a művész utánpótlásról beszélgettünk. 20 helyszínen több mint 300 fellépő művésszel szerveződik az idei Zeneszület Fesztivál. José Curao világhírű tenort kérdeztük a fesztivált megelőző napokban arról, mikor a tehető a Filharmóniával a kapcsolata, és milyen emlékei vannak a pécsi zenei partnerről. Curao elmondta, még 2021-ben Pécsre látogatott, hogy felmérje, milyen kulturális, potenciális együttműködési lehetőség rejlik itt Pécsen. Akkor ismerkedett meg a Filharmónia Magyarország vezetőivel. Leültünk beszélgetni, és eldöntöttük, hogy csinálunk egy koncertet, ami tavaly megvalósult, és nagyon jól sikerült. Ezt követően újra tárgyaltunk, és akkor találtuk ki ezt a pilot projektet, ami tulajdonképpen egy kis fesztivál a Zeneszület Fesztiválban. Majd ezután újra átbeszéljük, milyenek a további együttműködési lehetőségeink. Abban biztos vagyok, hogy a fesztivál nagyon szép művészi hét lesz. Curao azt is elmondta, hogy a fiatalok számára vonzóvá tenni a klasszikus zenét nem könnyű dolog, de mégis nagyon egyszerű. Megértettem, amikor egy kritikában azt olvastam, hogy José Curaónak meg kell tanulnia, a komoly zene nem azért van, hogy szórakozzon és élvezze a színpadon. Akkor rájöttem, hogy nem csoda, hogy ez nem vonzó a fiatalok számára. Tehát, amikor előadjuk a komoly zenét, akkor nekünk ezt élvezni kell. Örömet kell benne találnunk, így tudjuk vonzóvá tenni. Ez a fesztivál pedig pontosan erre ad lehetőséget. A világhírű tenor a Zeneszület Fesztiválon karmesterként és operaénekesként is fellép. Puccini, La Rondin, azaz Fecske című operájában énekel majd a Kodály Központban. Karmesterként, énekesként is kiválóan helytáll a művészeti életben. Ez a kettősség nem probléma számára. Önmagamért vagyok felelős, ezért ez számomra nem egy nehéz feladat. Én már egy elismert énekes vagyok. Nagyon örülök, hogy az a koncert, amin énekelni fogok, az teltházas, bár még van pár üres hely. Viszont amikor karmesterként lépek fel, akkor üzenetátadó szerepem is van. 60 éves karmesterként az a feladatom, hogy támogassam a felnövekvő generációt és az új fiatal szereplőket ebben a komoly zenei szférában. A Filharmónia Magyarországnak is fontos feladata, hogy a fiatal generációt támogassa. A La Rondin koncertekkel ezt tesszük. Sok fiatal művésszel dolgozunk, feladatunk megmutatni, hogy van utánpótlás. Tette hozzá José Curao, világhírű tenor. A Zeneszület Fesztivál szeptember 4-én indul, és 10-éig várja a komoly zeneszerelmeseit a pécsi utcákon, tereken. A pécsi Tankerbeti Központ fenntartásában működő iskolák, illetve az egyházi intézmények nem szenvednek tanárhiányban a most induló tanév kezdetekor, tudta meg a Pécs Aktuál. A Tankerbeti Központ szerint a fenntartásuk alatt működő intézményekben vannak ugyan üres álláshelyek, de a pedagógus mozgás mértéke nem tért el a korábbi években megszokottaktól, így a pedagógus létszám kiegészülve az óraadókkal a 2023-24-es tanévben is biztosított lesz, közölték. Szeptember 1-én minden iskolánkban zökkenőmentesen tud elindulni a 2023-24-es tanév, erősítette meg érdeklődésünkre a tankerület. Az egyszülős központ idén is segítette az egyszülősök iskola kezdését, országszerte több mint 600 családnak nyújtott támogatást az új tanév kezdete előtt. Az általános iskolások tanszercsomagot, a középiskolások tabletet kaptak, így könnyebben vághatnak neki a 2023-24-es tanévnek. Baranya vármegyében összesen 28 család kapott tanszercsomagot. Az egyszülős központ megalakulásától kezdve arra törekszik, hogy az ország minél több pontján elérhető legyen, és ezáltal még inkább tudjon segíteni az egyedülálló szülőknek. A régió híreivel folytatjuk. Mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Ezt Csák János, kulturális és innovációs miniszter mondta Szekszárdon az országos szakmai tanévnyitón. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben idén 5800-an ülnek be az iskolapadokba.
hisszük és valljuk, hogy az iskoláinkban folyó szakképzés akkor sikeres, ha alkotóközösségként a térség munkaerőpiaci igényeire figyelve, azt kielégítve végezzük oktató munkánkat. Ezt a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárja mondta az országos szakmai tanévnyitón. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy az elmúlt években éppen ezért fejlesztették valamennyi intézményüket és a képzési struktúráikat is. Megtapasztaltuk, hogy a diákok az olyan oktatást igénylik, ahol ők maguk is tevékenyen vesznek részt a folyamatokban, igénylik az irányítást, de szívesen munkálkodnak a számukra izgalmas projektekben. Ez módszertani megújulást követel tőlünk, sok új gondolatot, feladatot, amit azt gondolom sikerrel megoldottunk. Horváth István a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az intézmény 8 iskolájában az elmúlt 4 évben több mint 4 milliárd forint értékű felújítás történt kormányzati segítséggel és pályázati forrásból. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések, energetikai beruházások. A centrum valamennyi iskolája rendelkezik okosteremmel, idén márciusban adtuk át Szekszádon egy az autószakmát oktatásához szükséges tanműhelyet, gyártás-szimulációs eszközökkel. 2022-ben adtuk át a mai rendezvény helyszínéről szolgáló Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola modern, korszerű épületét, mely lehetővé teszi, hogy az itt tanuló diákok a legkorszerűbb ismeretek és technológiák mellett sajátítsák el szakmájuk ismereteit. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta több mint 75%. 3.270.000 ember dolgozik. A statisztikában ez az arány még soha nem volt ilyen magas. A magyar vállalatok keresik a munkaerőt, jegyezte meg. És talán emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt milyen vitákat váltott ki, amikor azt mondtuk, hogy a szakmatanulás kell, hogy legyen a középszintű tanulás centruma, és nem csak az elméleti tudás, és ezt elértük. Ezt elértük 10 év alatt, hogy ma többen tanulnak szakmát, szakgimnáziumban többen járnak, mint hagyományos gimnáziumban. Csák János kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Hozzátette, ahhoz, hogy kibontakoztathassuk tehetségünket, munka, szerető és gondoskodó közeg, valamint remény kell. És igaz az, hogy itt Tolna vármegyében főleg kis-közepes vállalkozások vannak, na de a világ egyre szűkebbé válik. Az, ami itt megtermelődik, ennek a régiónak a jövője, azon múlik, hogy olyan termékeket állítsanak elő az itteni vállalatok is, amelyek eladhatók szerte az országban és az ország határain túl. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben. Sokkal több rászorulónak segíthet ezentúl a Bonyhádi önkormányzat, mint a korábbi években. A polgármester kezdeményezésére ugyanis a képviselőtestület módosította a helyi szociális rendeletet. Ennek következtében már nem csak a fűtési szezonban, és nem kizárólag fával tudják támogatni azokat, akiknek szükségük van erre. A módosítás értelmében akár 50.000 forintos segítséget kérhetnek az érintettek az év bármelyik szakában. A változtatást azt tette lehetővé, hogy az önkormányzat különösen jó anyagi helyzetben van. Szeptember 30-án ülésezett legutóbb a Bonyhádi testület. Filóné Ferenc Ibolya előterjesztésére a képviselők sokakat segítő határozatot fogadtak el. Ennek értelmében már nem csak télen igényelhetnek rezsitámogatást az önkormányzattól a rászorulók, hanem egész esztendőben. Sőt, a forrás már nem kizárólag tűzifa vásárlásra fordítható, hanem vízre, gázra vagy áramra is. Felhasználók körét is szélesítettük, hiszen azt az értékhatárt, amivel egyáltalán a segélyre jogosult lehet valaki, azokat megnöveltük, tehát egy nagyobb jövedelemmel is már be lehet férni ezeket a támogatási formába. Én bízom benne, nagyon sok bonyhádi családon tudunk segíteni ezen a rendeletmódosítással, várjuk is a kérelmeket, és segítünk, hiszen van rá lehetőségünk, és talán ez a legjobb érzés ebben a döntésben, hogy megtehetjük azt, van anyagi fedezete a városnak, biztos háttere arra, hogy egy ilyen időszakban
könnyítsen a szociális rendeletnek a nehéz és szigorú szabályain. Vagyis a szociális rendelet kiterjesztését azt tette lehetővé, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete kifejezetten stabil. Ennek köszönhetően nem csak a városi intézmények idei működése biztosított teljes mértékben, de bőven jut költségvetési forrásból megvalósuló fejlesztésekre is 2023-ban. Panaszra nincsen okunk, amit megterveztünk februárban, a mentén, a gazdálkodás mentén, mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében, még ha nem is pontosan arányosan 50%-os arányban állunk minden egyes mutató tekintetében, összességében az elmondható a város költségvetéséről, hogy a gazdasági helyzetünk stabil, valamennyi intézményünk a hivatallal és az önkormányzattal együtt egész évben, ha így működik tovább, akkor különösebb problémái nem lesznek, amellett, hogy jelentős fejlesztéseket is valósítottunk meg. Az új szociális rendelet egyébként október 1-én lép hatályba Bonyhádon. A tervek szerint szeptember végére elkészül a Tolnai Szentháromság szobor felújítása, azonban az ehhez szükséges 15 millió forintból 3 még hiányzik. Azoknak, akik Tolna központjában járnak, szinte lehetetlen, hogy elkerülje a figyelmüket, a Szentháromság szobor látványos átalakulása. A felújítást néhány hónapja kezdték el a restaurátorok. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár már az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Folyamatosan dolgoznak, hála Isten az időjárás is ezt lehetővé tette. A restaurátor elmondása szerint körülbelül 70%-os a szobor felújítása. És most már, amint látható, az árványokat is elbontották, kosaras autóból fognak dolgozni, jövő héten minden bizonnyal el fogják vinni a kerítést, és kijavítják, átfesték, már nem a restaurátorok, hanem egy vállalkozó, aki vállalta ennek a rendbehozatalát, úgyhogy nagyon jól állunk. A felújításhoz összesen 15 millió forintra van szükség. Ennek 80%-a már összegyűlt, és több jótékonysági koncertet is szerveztek a városban annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges összeg. Külön kiemelném most is az elszármazottakat. Az elmúlt időszakban, amik jöttek adományok az alapítványi számlára, azok mind az elszármazottaktól érkeznek, tehát az elszármazottak részéről különösen nagy érdeklődés kíséri a felújítást, úgy gondolom. Természetesen a tolnaiak részéről is, de az elszármazottak most jobban örülnek, talán így is lehet mondani a szobor felújításának. A 15 millió forint nagy része tehát már megvan, az idő azonban szorít, hiszen a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, pedig szeptember végéig kell összegyűjtenie az alapítványnak, hogy végül a Szentháromság szobor új pompájában ragyoghasson majd a város központjában. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer. Pécs ünnepe szeptember 1-e. Lénárd László professzor a város új díszpolgára. Megnyílt a kaptár Komlón. Az új művelődési háza közösségbázisa lehet. Pirgosszal zárták a nyarat a görögök Pécsen. Készülnek a nemzetiségi hétvégére is. Hétfőn kezdődik a Zeneszület Fesztivál. 20 helyszín, 300 művész. Hozé Kurával beszélgettünk. Szombaton sok napsütésre, igazi nyári időre van kilátás 27-32 fokos maximumokkal. Vasárnap egy hideg front hozhat több felhőt, és záporok, zivatarok kialakulására is számítani kell több tájegységünkön. Az északnyugatira forduló szelet élénk, erős zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 30 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!